Hazánk és egyben Győr egyik büszkesége a kajakkenu sportág, melynek élén további 4 évre bizalmat kapott Barát Etele elnök. A regnáló vezető és a további testületi tagok mellett 3 győri sportember is bekerült az elnökségbe. A Graboplasz GVSE szakosztály vezetője Kadler Gusztáv továbbra is a szövetség általános alelnöke marad. Mellette a GVSE edzője Stanit László a Dunántúli régió szakmai képviselője lett, és a 3-szoros olimpiai bajnok, a kajakkenu sport ikonja Kammerer Zoltán is bekerült az elnökségbe. Na és akkor már is itt vannak a kormányos nélküli négyesek. A másik vízes sportágban az evezősöknél is elnökséget választottak. A sportág hazai irányítói utoljára 1 évre kaptak megbízatást, ezért volt szükség új voksolásra. Dr. Regényi Tamás elnök megőrizte pozícióját, csak úgy, ahogy az elnökség győri tagja, a győri vízügy Spartacus evezős klub elnökségében is helyet kapó Bártfai Márton is, ez pedig komoly előnyökkel járhat a gyévéseknek. A regionális versenyek megrendezése, és mint már a Győr Plusz televízió beszámolt róla, most már másodszor rendezhettük Győrben az ergométeres országos bajnokságot. Ez mind a sportnak, mind a fiataloknak, mind a győri evezésnek egy óriási népszerűséget jelent. Az evezősök elnöksége ezúttal már 4 évre kapott bizalmat, vagyis a riói olimpia utánig szól a mandátumuk.